Szakmai partnere a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. A mai adásunk vendége Weber György, az Újpest egykori válogatott játékosa, labdarúgó, edző. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, igen. Hát ugye veled kapcsolatban legaktuálisabb, ugye két dolog is, ugye a Fradi-Újpest meccs, ugye tegnap volt, meg hát ugye hát, hogy mi van veled? Még mindig csapat nélkül? Így van, csapat nélkül vagyok, tavaly október óta, ugye a pécsi szerepvállalásom véget érte óta, úgyhogy ez a leghosszabb időszak most már így, amióta úgymond 11 éve, 12 éve edző. És égre adtam a fejemet, hogy munkanélkül vagyok, edzői munkanélkül dolgozom a sportban, de nem edzőként, hanem egy viszonylag új terület számomra, de mégis benne maradtam legalábbis a vérkeringésben. Erről mit lehet tudni? Hát erről annyit, szűken, röviden egy menedzser irodának, most hivatalos titulusunk nincs is, én úgy fogalmaznám, hogy megfigyelői vagyunk, Szlezák Zolival ketten vagyunk, ő, aki ezen szakmai részért felel. Most az elsődleges feladat itt, hogy a Magyarországon nem első osztály, inkább másod-harmad osztályban játszó fiatal 17 és 20 év közti, de nincs kategorizálva, de körülbelül ez a realitás. Olyan játékosokat találni ennek az irodának, szerződtetni, akiket későbbiekben esetleg tud ez az iroda képviselni, egy következő lépcsőfokra helyezni a karrierjüket. Tehát ez És ez az iroda a biztosítva, vagy menedzsert is, aki majd később tárgyal helyettük? Mert gondolom ez így van, a történet lényege. Így van, abszolút. Tehát ügyvédi, tehát minden teljesen normális. És akkor ti az alapot végzitek, ti csak kinézitek a fiatalokat? Hát jelen pillanatban ez egy új keletű dolog, ez pár hónapja működik. Egyelőre ennél a résznél tartunk. Aztán később nyilván, hogy lehet szó arról is, hogy akár mi is képviselhetjük, tehát vagy mi ajánljuk ki. De mondom, ez most van. Nyilván lehet, hogy ez meg is marad, de hát azért a fő profilunk, Szlezák Zoli nevében is beszélhetek, az edzői szakma, bár nem zárja ki a kettő egymást. Bárhová mennél? Tehát NB3-ig bárhová mennél? Vagy? Hát azt gondolom, hogy ilyet nem szabad mondani, hogy nem, de jelen pillanatban azért még abban gondolkozok, hogy a magyar labdarúgás első és másodosztályában van a helyem, tehát a profi, úgymond ugye a két csoport most a profi futball Magyarországon, tehát egyelőre azért még azt tagsálom magam annyira, hogy az első vagy a másodosztályban dolgozzak, ha ilyen felkérés. Pécsi dolgokat lezártad már? Lezártam. Vagy utoljára Pécset voltál vezető edző? Így van. Azt nagyon gyorsan lezártam, mert arról nem is nagyon beszéltem, nem is nagyon szeretnék. Mert mennyi? Három hónapot voltál? Hát nem, négyet, talán. Tehát a júniustól a októberig 12 mérkőzés, a bajnoki, meg a kupa, liga, kupák. Ez egy nagyon rosszul sikerült történet minden szempontból, tehát azért is nem mélyednék bele, mert abszolút úgy tűnne, hogy én aztán rendben vagyok, és mindent másra fognék, de viszont rengeteget tanultam. Ebből most tényleg rengeteget tanultam, hogy mit nem szabad, hogy csinálni. Meg igen, csak tudod, hogy a pécsiek ránéznek a tabellára, mit látnak, hogy és nem te vagy ugye a vezetőedző, kérlek szépen azt látják, hogy a Pécs 13. 18 ponttal, és ugyanannyi pontja van a szintén kieső helyen álló Pápának, tehát igazából ott valami mélyebben gyökeredző bajokról is szó lehet, hiszen már rég nem te vagy az edző, és mégis kieső helyen áll, úgymond a Pécs. Tehát én azért nagy pofon, vagy volt ez nagy pofon számomra, mert tényleg nagy reményekkel mentem Pécsre, az előző évben jól szerepeltek. Azzal a garnitúrával, amiből ketten-hároman mentek el, de ettől függetlenül én már nyáron ott jeleztem, amikor érkeztem, hogy ez a keret, ez szűk. Tehát 13-14 játékos volt, majdnem hasonló problémákkal küzdködtem, mint mondjuk jelen pillanatban az Újpest, hogy támadó nélkül szinte. Aztán volt egy csomó más probléma is, attól függetlenül, amikor szétváltak útjaink,
Hát még jóval a bentmaradást érő helyek fölött volt a Pécs, azzal együtt, hogy nagyon-nagyon elmaradva az én általam támadó várakozástól is. Most ugye érdekes dolog ez, hogy én nyáron nem kaptam játékost abszolút. Edzőtábort is egy 4 napost vérverejtékkel kiharcolva, azért az új edzőnek, a horvát edzőnek, a Járninak egész más lehetőségei vannak, mert azt hiszem 8 játékost igazolt zömmel külföldieket. Igen. Törökországi edzőtábor volt biztosítva, és látszott is a rajt, mert ugye mindjárt bravúr győzelmeket arattak, 2 és 1 pontot Diósgyőrből, tehát jól indultak, most megint egy pici hullámvölgy van, hát aki ilyen, tehát nem tudtak olyan szinten folytatni, hogy megnyugodjanak a kedélyek, tehát most újra ott vannak a közvetlen kieső zónában. Annyira, hogy most hétvégén ugye igazi kiesési rangadó lesz Pécs Honvéd. Így van, hát ugye, igen, tehát lesz még, tehát ott az az alsó ház, az ott egy nagyon-nagyon kielezett dolog. Az majdnem olyan, mint az NB2-ben a felső ház, az első 4-5 csapat. Itt ugyanúgy az alsó 5 bárki kiesett, úgyhogy ott hétről hétre élet-halálharcot fognak vívni. Talán nem véletlen merült fel, aztán állítólag a klub tulajdonosok leszavazták a osztályozót. Mert ugye hát felmerült az, hogy akkor az NB1-ből 2 simán kiesik, és a alulról a 3.-4. az meg osztályozót játszik. De aztán ez tényleg végleg lehet terítékről véve? Állítólag igen. De hát azzal együtt ez is egy, úgy hiszem, egy olyan nonsens dolog, hogy minden évben valamit variálnak a magyar labdarúgásban. Tehát volt itt például az elmúlt 1-2 évben ez az utánpótlás, hogy megszüntették U21-et, tehát ezeket a fiók csapatokat, akkor U21-es bajnokság, most az 1 évig működött, most megint megszűnik, most újra visszaáll az előtte levőre. Egyszerűen szinte úgymond hosszú távon tervezhetetlen, hogy most mire készül egy adott klub, akár egy utánpótlás vezetője. Felnőtt szinten is örök téma, hogy 16 csapat, 14, 10 csapat, 12, de ez megint azt hiszem csak másolás. Bizonyos embereknek tetszik esetleg az osztrák, a svájci minta. Erre azt tudom mondani, hogy ott ennek van tradíciója. Igen. Amióta mondjuk osztrák, én úgy tudom, ennyi csapat van. Attól függetlenül volt tegnap ez az Újpest-Vadi, ebből 4 nem volna, elveszteni a varázsát például. Tehát a magyar futballban a 16, teszem hozzá, én mindig amellett kardoskodok, és lehet, hogy ebben nagyon egyedül vagyok, vagy nagyon kicsi, hogy még inkább emelni kéne. Aztán persze jön, hogy ezt most is a 16-ból sok nem bírja befejezni, de ez más történet. Úgyhogy lehet, hogy jó ez a 16, akkor viszont lehet, hogy az NB2-t lehetne egy kicsit magasabb létszámúvá tenni. Mert esetleg olyan városok, olyan térségeknek nincs jelen pillanatban, amelyik azért elbírna és jogosultsága lenne. De attól függetlenül ez az állandó variálás, vagy variálásra való hajlam, ez nem feltétlenül szolgálja azért a magyar labdarúgás érdekeit. Fradi Újpest, Fradi nyert 2-0. Milyen volt a mérkőzés? Hát most röviden jó, de azért ebből belemélyedve, tehát végre egy olyan derbi volt, ahol ez tényleg európai volumenű volt a körítés, ahogy úgy nézett ki a történet, ahogy nagyon sokszor szeretnénk. Pontosan ennek kapcsán szerintem sokkal többre is értékelik ezt a mérkőzést, mint amilyen valójában volt, mert szakmailag én egy közepes mérkőzésnek értékelem személy szerint. Egy jó iram volt, de nem akkora, ami azért egetrengető lett volna. Egy-két szakembert azt hallottam, bocsáss meg, hogy főleg az Újpest oldalon nézve nem odavaló játékosok is játszottak az Újpestben, hát egy ilyen rangadóhoz való, és ezért aztán igazából nem volt az a nagyon jó mérkőzés, pont emiatt, hogy tehát így van, hát azért ez úgy igaz, úgy helytáll? Helytálló, hát most ez főleg az újpesti érzelműeknél, vagy régi újpesti játékosoknál, vagy a klubnál dolgozva anno, most itt minden máshogy van, mint ahogy szeretnénk. Egy közepes képességű csapat van jelen pillanatban Újpesten, ami még azért is közepesnél is egy kicsit gyengébb, mert támadó nélküli keret,
érthetetlen számomra, sokunk számára, hogy a tulajdonos miért nem fektetett nagyobb. És nem tud semmit erről, hogy mi van a háttérben, hát hogy Kovács Zolival jóba vagy. Nem, hát de Kovács Zoli menesztve van, én ilyen jó, de hát gondolom, dolgokról nem kérdezem, tehát igazából nekünk ez egy nagy bánatunk, hogy van egy elméletileg nagyon tehetős, nagyon jómódú belga család tulajdonolja a klub, szeretett klubunkat, és való igaz, hogy tavaly egy kupa győzelem megtörtént, ami nagyon nagy bravúr volt, de hát sajnos van egy bajnokság, és a Kovács Zoli mondta jól, hogy Újpesten nem lehet másról beszélni, akármilyen, minimum egy dobogó, vagy egy nemzetközi szereplést érő hely elcsípésére. De most már, vagy ha itt tartunk, nincs az Újpest eltiltva? De ki van zárva 3 évre, egy ment el. Tehát gyakorlatilag tehát a tavalyi akkor innentől kezdve akkor Belga mondhatja, hogy minek erőlködjünk, hiszen úgyis el vagyunk tiltva a nemzetközi kupaszerepléstől. Sok mindent mondhat, így van. De itt van az, hogy ez egy 1885-ben alapított óriási hagyományokkal, tradícióval bíró klub. Tök mindegy, mi a helyzet. Ennek a csapatnak minden évben a magyar bajnokság élmezőnyében kellene lennie. Ha el van tiltva a nemzetközi porontól, ha nincsen. Mm. Tehát ez, hogy vegetál a középmezőny alján, és hát hogy ez mind szomorú. De a legszomorúbb az, amikor mondjuk szerdán egy magyar kupa mérkőzésen 530 néző, szombaton egy Videoton elleni, hát rangadónak nevezett mérkőzés, 1300 néző lézeng a Megyeri úti stadionba. Tehát ez mond el legjobban mindent erre a dologról. Mert itt van a tegnapi mérkőzés. A Ferencváros jól szerepel ebbe a szezonba, hosszú idő után végre ott vannak ők is, ahova a saját szurkolói körülbelül várják őket, és lám-lám rögtön egy derbire tele az új stadion, és szerintem itt a tavasz folyamán még nagyon sokszor teltház körüli létszám lesz, mert úgy szerepelnek, és van igény jó Fradira, ugyanígy nagyon nagy igény lenne jó Újpestre. Ez a Fradi nemzetközi szemüvegen keresztül nézve jó lehet, vagy ezért ahhoz még gyenge, tehát még erősíteni kell, hogy majd a nemzetközi kupában is jól szerepeljen? Hát mindig kell erősíteni, tehát egy nemzetközi porondot kivívó csapatot, ha akar eredményt elérni, és hát ugye az elmúlt évek tapasztalatait kell itt most alapul venni, hogy elvéreztünk minden évben szinte az első fordulóba, nem veretes nevű kluboktól. Talán a Videoton volt a Paulo Sousa érájában, amikor Európa Liga csoportkörbe be tudott jutni, és ott pontokat szerezni. Ez volna jó, ha egy Fradi, vagy akármelyik másik csapatunk évről évre jelen lenne már a csoportban, mint hogy a Debrecennek sikerült. De most a Fradinál elindult egy ilyen folyamat? Elindult egy ilyen folyamat, így van. Ezt a keretet is már lehet alkalmasnak nevezni arra, hogy ott legyen valahol, de én egész biztos vagyok benne, hogy a Ferencvárosnak megvan az anyagi háttere, van olyan erős most, hogy kivívja a nemzetközi porondóval indulást, még erősíteni fog. Tehát minden reményük meg lesz nyáron arra a szurkolóiknak, meg magának a klubnak, hogy némi szerencse is kell persze, hogy milyen sorsolás, de hogy egy csoportba bejusson, és az a magyar futballnak nagyon jót tesz. Bármelyik csapatunk képviselteti magát ott. Mert nagyon rosszat tesz az is, amikor az első fordulóba elvérzünk tényleg soha nem hallott csapatok ellen. Mi lesz az Újpesttel? Ki nem esik, 8., 9. helyen fog végezni? Hát minden marad a régiben? Nem tudom megválaszolni. Szerintem ezt egyedül a tulajdonos tudná, mert ugye említetted a Kovács Zoli nevét, ő azért ment vissza Újpestre. Pontosan ezért, hogy ezt a úgymond langyos vizet felkavarja. Nem tudta. Hogy nem tudta. Tehát ezt azért elmondta nekem, meg azért olyan kapcsolatban vagyunk, meg láttuk. Tehát látszik ez, hogy nem adott annyi pénzt úgymond a tulajdonos, hogy olyan minőségű játékosok érkeznek, összehasonlítva Ferencvárossal, akikkel el lehet érni. De hát ez nem lehet a háttérben, ez a nemzetközi kupából való kizárás. Lehet, de megint csak azt tudom mondani, hogy az Újpestről beszélünk. Jó, de hát egy belga állampolgárságú ember, ő üzleti alapon gondolkod, és azt mondja, most felesleges, mi úgysem tudunk ki nemzetközi kupába, most vegetáljunk, és jó, majd de akkor. Én akkor most átmegyek
edzőbe. Ez így nem megy, mondjuk, hogy igen, jövőre lejár, mert nyilván lehet próbálkozni, hogy a három év, és általában az egyet elengedhet. Hát akkor most jövőre kitalálják, hogy jó, elengednek, tehát majd két év múlva indulhatunk, vagy egy év múlva, hirtelen majd csinálunk egy olyan erősségű csapatot egy pillanat alatt, szóval ez sem működik szerintem. Tehát én itt nagyon hiányolom a szakmaiasságot, nem az edzői stáb részéről, hanem így van, a tulajdonos, idézek valakit, nem tudom, újságcikk, alapjáraton pötyögteti ezt a klubot. Na de ezzel gondoltam, lehet, hogy emiatt csak, hogy... Igen, de ez akkor sem jó. Tehát akkor sem erre jó. Más érvet nem értem. Tudok mondani. Jó. Az Újpestről beszélünk. Igen. És te meddig fogsz alapjáraton pötyögni? Mert most te is alapjáraton vagy. Alapjáraton pötyögök, igen. Hát ez viszont sajnos nem rajtam múlik. Tehát ha rajtam múlna, akkor már 100%-on pörögnék, 6000-es fordulaton, de hát az edzői szakma olyan, hogy vagy csörög a telefon, vagy igen, nem jelen pillanatban. Ez az időszak az, amikor nem nagyon. Hát ugye az első ilyen sok, amikor a rosszul rajtoló csapatok váltottak, az megtörtént. Most megy a bajnokság közepe. A vége felé még előfordulhat, de én azt hiszem a realitás az, hogyha a szezon végén a következő szezonra valaki úgy gondolja, hogy... Hol szakadt meg a folyamat? Mert nekem kívülállónak olybá tűnt, hogy mintha jól feküdnél, ugye Pápa, Mezőkövesd, Pécs. Tehát olyan sokáig nem lógtál soha a levegőbe. Most szakadt meg Pécset. Hogy mi történt? Most. Hát mondom, semmi igazából. Tehát az, hogy engem menesztettek, ez benne van minden edzőnek a karrierjében, mert én tényleg úgy érzem, hogy mint szokták mondani, hogy minden lovas leesik a lóról, tehát ez hozzátartozik, tehát ez is hozzátartozik a élethez. Én Pécsre tényleg úgy gondolom, rosszkor kerültem, nagyon rossz időszakába a klubnak. Nagyon sok olyan dolog van, amiben hibáztam, így utólag látom, de mindig hozzáteszem, hogy nem, tehát pontosan tisztában vagyok azokkal a hibákkal, amit elkövettem, de azzal is tisztában vagyok, hogy én nem tudtam volna ellene tenni. Nem volt meg az a támogatottságom, semmilyenféle hátterem ahhoz, hogy én azokat a hibákat, amiket tudtam, hogy elkövetek, de egyszerűen falakba ütköztem. És itt most ebben inkább egy-két olyan, hogy vátra merem mondani, tehát föladtam bizonyos szakmai elveimet, mert fel kellett adnom ahhoz, hogy egyáltalán a hétvégén most nagyon egyszerűen fogom fogalmazni, járni tudjanak a játékosok a pályán. Tehát azt a munkát, amit én előző csapataimnál elvégeztem, annak az egynegyedét tudtam Pécsen elvégezni, és most ez, aki nézi, azt mondja, ez hülye, hát ez kiakadályozta meg, na ebben nem szeretnék úgy belebonyolódni, mert tényleg egy számomra is érthetetlen dolog volt ez ott, és mondom, a legnagyobb hibát én követtem el, mert nem tudtam olyan erős lenni, hogy az menjen, és ez ráment a szakmaiságra és a viszonylagos gyengébb szereplésre. Voltak jó periódusaik, pont mostani időszak, tehát ugye a Honvéd jön, nyertünk a Bozsik stadionba, Debrecent megvertük Debrecenbe, a Paks, tehát pont ahol most tart a tavaszi szezon ebbe a szériában, mi ott 7 pontot szereztünk, úgy nézett ki, hogy szépen elindulunk felfelé, aztán megint megtört a dolog. Úgyhogy az én pályafutásom meg a ottani menesztésemmel tört meg, mert azóta nem nagyon gondoltak rám. Voltak tapogatózó érdeklődések, tehát azt nem mondom, hogy teljesen eltüntettek a színről, és éppen ezért bízom benne, hogy azért nyártól fognak rám gondolni, ahol bizonyos célok vagy bizonyos tervek vannak. Utolsó kérdés a Pécssel kapcsolatban. Mikor Pécsre mentél és aláírtál, előtte, akár útközben, kocsi közben is, hogy telefonálgattál és jöttek a telefonok, ugye voltak, akik azt mondták, hogy nem mennek veled Pécsre. Nem gondolkodtál azon, hogy mitől félnek Pécstől? Tényleg jól dönt össze, hogy Pécsre aláírsz? Mert azért voltak hangok, most hogy... Most kire gondolsz? A stábomra? Igen. Hát ugye a stábom, ahol mondhatom így, ugye a Borsosvili kapusedző kollégám, és azt Lezár Zoli. A pécsi vezetők a tárgyalások során jelezték nyomatékosan, hogy kapusedzőt nem vihetek, ezt a Vili megértette.
elfogadta, és hát tiszteletbe tartotta, mert Pécsen a Bogyai Zoli személyében egy helyi ikon vagy legenda, és tehát ő érinthetetlen volt. A Szlezák Zoli valóban nem jött, ennek nem ilyen okai voltak, mi 30 éve nagyon komoly barátságban vagyunk, úgyhogy mi ezt megbeszéltük, ami nekem később azért nagyon rosszul jött, mert tényleg a fő támaszom, tehát az igazából ott is úgy egyedül maradtam, ahogy olyan stábom volt, aki nem azt mondom, csak nem találtam én annyira meg azt a támogatottságot ott, amit talán kellett volna. Úgyhogy ennyi volt, semmi különösebb. Nem féltett engem attól a feladattól senki, sőt, mondom, nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy nagyon testhez álló, mert az Pécsről előző... Pécsről köztudott volt, hogy falta az edzőket. Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog a Pécs tulajdonosának személye. Én őre aztán, na őre nem tudok egyedül rosszat mondani ebben a 4 hónapban. Mm-hmm. 2 találkozón volt vele az aláírásunkkor, meg egyszer a 6. forduló után volt egy szakmai beszélgetésünk, ahol megkérdezte az első 6 forduló tanulságait. Uh-huh. Minden perce pontosan volt fizetve, tehát én nem tudok róla, és azt is kell mondjam, hogy amikor menesztett, az is jogos volt, mert lehet, hogy ott neki kellett váltania. Én nagyon vártam a decembert, hogy én készítsem föl igazán egy jó 6-7 hetes téli felkészülésre csapatot, mert nyáron 3,5 hét állt rendelkezésemre. Hát ennyi volt tulajdonképp a szünet, tehát ott nem is tudtunk olyan érdemi munkát végezni, amit én szerettem volna. Teszem hozzá, más csapatnál sem lett volna módomba ennyi idő alatt nagyon más csinálni. Itt a hétközi munkának a mienségével vagyok elégedetlen abszolút. Focizol még öreg fiúkba valahol? Nem. Kiöregettem az öreg fiúkba. De nem a lábad miatt? Nem, hát nem. Lábad hogy van? Köszönöm, rendben van, tehát öreg fiúk szín. Nagyon érdekes dolog ez az öreg fiúk bajnokság, ugye 35 év a korhatár, honnan lehet játszani, vagy 34 talán, ugye 46 éves vagyok, tehát old boys bajnokságban lehetne játszanom, ami a 45-től felfelé van. Van is rám most igény, tehát lehet, hogy a jövő héttől... Melyik csapat? Hát Újpesten? Persze. Nem az UT-nak van old boys csapata. Tehát hiányzik a mozgás, hát talán ott még azért el tudnék totyogni. De az az igazság, hogy tényleg nagyon-nagyon, tehát számomra is szinte felfoghatatlan, aki állandóan mozgás, és el nem tudtam képzelni a életemet mozgás nélkül, hogy mennyire nincs most a napi programomban semmilyen testmozgás szinte. Akkor alig várd az old boys csapat hívását? Hát a hívás megvolt, tehát most a papírmunka ebben is. Tehát említek május 8-án majd debütálva, akkor ez az első. Na, aztán megjön a szünet. Na, jó is jön, hát egy meccs, itt már hosszabb regeneráció kell. Na tessék, aztán meg lehet, hogy közben bejön egy munka, és akkor megint ugrik minden. Legyen így. Bárcsak így lenne, ugye? Válogatottról mi a véleményed? Hogy látod a Dárdai által irányított magyar labdarúgó válogatottat? Hát ez egy olyan vegyes dolog, szerintem már az ország futball szerető közvéleményét is megosztja egy kicsit, mert tény és való, hát nem szenvedünk vereségeket, de a döntetlenekkel meg nem haladunk előre. Tehát jó, amióta a Pali a kapitány, ugye a román döntetlen az bravúr volt, illetve hát a 2 győzelem persze a Feröer meg a finnek ellen. Főleg a finnek elleni volt nagyon fontos siker. Erről a görög meccsről nehéz beszélni, mert én más stílust képviselek talán, mint a Pali. Tehát ő bevallottan azt mondta, és lehet, hogy neki van igaza, sőt biztos, hogy ezzel a válogatott kerettel nem tud látványos, nem is akar olyan futballt próbálni, mert lehet, hogy az abszolút az eredményesség rovása, és inkább volt ez a óvatosabb játék, ami bejött döntetlenre, tehát de ahhoz, hogy odaérjünk, nyerni kéne. Igen. És igazából azt hiszem, meg kéne próbálni attól függetlenül. Meg kéne próbálni, mert aki mer, az nyer, úgy gondolom, és mondom, nekem közelebb áll a
szívemhez az a fajta játék. Kapok is, ezért mondom, annyira nehéz ezt jól elmondani, mert például én nagyon sok támadást kapok szakmait, hogy én hülye vagyok teljesen, hogy azért viszonylag kis csapatoknál dolgoztam, Pápa, Mezőkövest, Pécset, most már hagyjuk végképp. De mégis mindenhol, ha valamiért, arra beszéltek mind a két csapatról, hogy a törekvés abszolút a látványos, szórakoztató játék, és sokszor meg is valósult, és nem mindig volt azért arányban az eredményessége, tehát kiugró eredményt, minden csapatnak megvan a realitása. A Pápával elértük azért azt a középmezőnyt. A Mezőkövesdel ugye egy bajnoki cím, ott kifejezetten látványos, nagyon sok gólos meccs, csak az NB1-ben is voltak ilyen dolgaink, de ott ilyen egyéni kvalitásbeli problémák miatt azért a igazi átütő dolog, a bentmaradás kivívása az nem nagyon sikerült, de akkor is a törekvés mindenhol az volt, hogy sok labda birtoklás, látványos futball. Ezért engem meg sokszor támadtak, hogy én mit akarok. Sajnos időnk lejárt. Egy rövid válasz. Finnországban nyerünk, vagy nem nyerünk? Benne van a magyar csapatban, nyerhetünk? Benne van, ugyanis hát hazai pályán is azért legyőztük őket, sőt volt nemrég egy finnországbeli idegenbeli sikerünk is, a Dzsudzsák végén lőtt gyönyörű góljával. Úgyhogy én azt hiszem, hogy felmérve majd a mérkőzés adta lehetőségeket, nyilvánvaló, hogy azért győzelemre fog játszani a magyar válogatott. Ez a szervezettség, ami jellemzi az utóbbi időben őket, párosul némi bátrabb és fifikásabb támadójátékkal, akkor van győzelmi esélyünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További sportosat.